Dánia vagyok, talán ismerős lehet a nevem a korábban felvetett rádió ötletének a kapcsán. Ugye pár napja megosztottam egy közösségi rádiónak az ötletét, sok visszajelzés érkezett, és ezeket ezúton is nagyon köszönöm. Miután több százan jelezték az interneten, hogy szeretnének egy angliai magyar rádiót, így július 13-án el is indítottuk azt. Radio Here We Go, az angliai magyar rádió. Kövess minket! Hamarosan kezdünk. Már csak néhány nap. És indulunk. A visszaszámlálás elkezdődött. Az angliai magyar rádió alkalmazása a Google Play-en. Radio Here We Go, ami a UK-ben élő minden magyarhoz szól. Friss hírek, naprakész információk, napindító reggeli műsor, valamint valóban változatos magyar és külföldi zenei válogatás. Az angliai magyar rádió. Hölgyeim és uraim, kezdődik a UK legfrissebb reggeli műsora, az English Breakfast. Az angliai magyar rádió. Sziasztok, minden, ami külföld. A mai nap folyamán két vendégem is van, Dániel és Attila, de én nem is szeretnék semmit sem mondani, mert volt egy kis bemutatkozó, de viszont akkor Daninak átadnám a szót, hogy ő kicsoda, miért is szeretne ugye részt venni ebbe a beszélgetésbe, és mit szeretne mutatni. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntök minden kedves nézőt! Hankó Dániel vagyok, a Radio Here We Go alapítója és program felelőse, program igazgatója, úgy tetszik. És hát egy olyan médiumot, egy olyan rádiót szeretnénk itt most megismertetni a kedves nézőkkel, ami innen az Egyesült Királyság déli részéből élőben 0-24 órában szól, és elsősorban, de nem kizárólag az Egyesült Királyságban élő magyarok számára. És nagyon-nagyon sok érdekes dolgot csinálunk, legalábbis én azt gondolom, hogy érdekes, és hát erről szeretnénk pár dolgot megosztani. Nekem lenne akkor rögtön egy kérdésem, hogy említetted, hogy nem csak ugye itt az Egyesült Királyságban elérhető, hol érhető még el a rádió, milyen lehetőségek vannak, mely országok? Igen, nos, nagyon jó a kérdés. Igazából most az a helyzet per pillanat, hogy az Egyesült Királyság területén kívül még az Egyesült Államokban és Kanadában érhető el közvetlenül a rádió. Azt azért, hogy ez miért van, és hogy egy online rádió végül is miért nem mindenhol elérhető, hiszen online, tehát nem lenne elvileg technikai akadálya. Erről egy picit később fogok pár szót mondani, viszont amit fontos most az elején még leszögeznem, hogy bár az élő műsor ugyan ezeken az országokon keresztül hallgatható, de a műsorok, illetve minden szöveges tartalom gyakorlatilag az bárhonnan a világról, a világ bármely részéről elérhető, így akár otthon Magyarországon is tudnak minket hallgatni. Van egy alkalmazásunk, ezt ugye lehetett látni a videóban is, és azon keresztül például híreinket is bármikor vissza lehet hallgatni. Sőt, más mondok, az indulásunktól kezdve minden egyes műsorunk fenn van a honlapunkon, tehát bármit vissza lehet hallgatni. Ez azért elég érdekes, és hogy jött ez az ötlet? Mert ugye júliusban indultatok, de hogy jött ez az ötlet? Miért hoztatok létre egy ilyen rádiót? Igen, az első dolog, ami kvázi elindította ezt bennem, ezt a gondolatmenetet, illetve ezt a dolgot, hogy akkor hozzunk létre, az, hogy ugye ránk szakadt gyakorlatilag egy évvel ezelőtt már lassan ez az egész lockdownos időszak, és hát az a helyzet, hogy egyrészt, ezt bevallom, ez itt én nekem is szükségem volt egy olyan tevékenységre, amit már régóta akartam csinálni, tehát valahol ez nekem egy ilyen régóta tervezett álom volt, hogy úgy mondjam, és hát úgy gondoltam, hogy most van is talán ennek egy fajta küldetése ennek az egész rádiós projektnek, mert azt éreztem, hogy most be vagyunk zárva,
egy kicsit talán most jobban szükség van arra, hogy szóljon valaki, vagy valakik az emberekhez, akik otthon vannak, akik itt vannak, mert nyilvánvalóan azért vagyunk Angliai Magyar Rádió, és azért szólunk elsősorban ide, mert hogy csupa olyan dologgal foglalkozunk, olyan dolgokról számolunk be, ami érdekes lehet az itt élők számára, és hát az egésznek az indulása alapvetően úgy kezdődött, hogy bedobtam egy kérdést néhány angliai csoportba, nagy létszámú angliai csoportba, és egyáltalán csak felvetettem az ötletet, hogy mi lenne akkor, ha lenne egy ilyen. És rengeteg, tényleg legnagyobb meglepetésemre nagyon-nagyon sokan pozitívan jeleztek vissza, és érdeklődtek az ötlet iránt, hogy persze nagyon szívesen hallgatnának ilyeneket, készítettem felmérést, kinek mire lenne igény. Ez azóta is egyébként visszatérő dolog. És aztán több hónapos előkészület után végül is július 13-án elindultunk. A csapattagjai, ugye én megnéztem, azért elég sokan vagytok. Hogy működik, és hogy jött össze ez a csapat? Mert ez szerintem egy szenzációs dolog, hogy így összetudtatok kapcsolódni, és ugye, hogy együtt dolgoztok. Hogy kell elképzelni, hogy akkor te azt mondtad, hogy akkor szeretnéd ezt a rádiót, és akkor hogy jöttek a többiek? Hogy alakult ki ez az egész? Igen, én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert az biztos, hogy egyedül nem sikerült volna. És amikor ugye feljött ez az ötlet, és ez ugye elért nagyon sok embert, hát elért néhány olyan leendő kollégát, hogyha már így lehet fogalmaznom, akik már valamilyen rádiós múltal rendelkeznek, és főleg ők jöttek először. És nekem a legnagyobb meglepetésemre Attila is ilyen volt egyébként, illetve akit még így elsők között kiemelnék, ő a Juhász Kund, aki szintén egy fontos mozgatórugója a rádiónak. Igazából jöttek, tehát kaptam tőlük üzenetet, hogy érdekelné őket a lehetőség, és én nagyon, nagyon örültem neki, és felvettük a kapcsolatot. Aztán így szépen lassan így jöttek az emberek, tehát igazából anélkül, hogy én ezt különösebben meghirdettem volna, hogy keresek kollégákat, nyilvánvalóan benne volt egyébként abban a bejegyzésben, hogy igen, aki szeretné részt venni a rádió elkészítésében, illetve annak működtetésében, akár mint műsorvezető, műsorkészítő, akár bármilyen más módon, azt szívesen veszem, és hát nagyon nagy érdeklődés volt, és tényleg pikpak összejött gyakorlatilag az indulásra, már a mostani csapatnak egy jó része már összejött, és ez azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, főleg úgy, hogy igazából a semmiből így elhatároztuk mindnyájan, hogy van egy közös cél, akarunk valamit létrehozni, amit mindnyájan igazából szeretünk, tehát úgy értem, hogy rádiózni, tehát hogy ez valahogy egy olyan dolog volt, hogy nem volt kérdés igazából az sem, hogy hogyan csináljuk például. Tehát megvolt valahol szerintem kezdetektől fogva egyfajta összhang. Nyilvánvalóan volt egy elképzelés a fejemben, ez nyilván alakult, nyilván hozzátettünk mindnyájan, tehát igazából az egész rádió mai napig egy nagyon jó csapatmunkának az eredménye, és ettől tud jól működni szerintem. Attila, ugye hírszerkesztőként dolgozol, itt dolgozol, igen, mondhatjuk. Mesélnél akkor, hogy te mikor csatlakoztál a csapathoz, milyen múlttal rendelkezel, és hogy mit szeretsz ebben az egészben? Hát először is akkor én köszöntöm a nézőket, és majd a hallgatókat is. Hát megerősítem azt, amit Dani mondott igazából. Tehát én ugyan Skóciában élek, és Dani bedobta ezt a felhívást különböző skóciai magyar csoportokba is, és ott találkoztam vele először. És hát én igazából Magyarországon foglalkoztam ezelőtt rádiózással, mint hírszerkesztő elsősorban. 2018-ban akkor az ott megszűnt ez a tevékenységem, és akkor jöttünk ki ide Skóciába, de azért én azt éreztem, hogy hiányzott valamilyen szinten nekem ez. Főként ugye politikai rádiókban tevékenykedtem, és a hírszerkesztés az ugye egy ilyen politika semleges dolog alapvetően nyilván, de hát politikai hírekről számolunk be, és én azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan tudjuk úgy adaptálni, hogy ez szolgálja
az itt élő magyarokat, az Egyesült Királyságban élő magyarokat, és én akkor jelentkeztem a Daninak erre a felhívására, hogy tudnám támogatni az elképzelést minden szempontból, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy hát végül is bekerültem, mert ezt egyébként nem tudtam, hogy főként rádiósok kezdtek el, vagy ex-rádiósok kezdtek el ide jelentkezni, mert azért vannak, akiknek nincs rádiós múltjuk, és ahogy most így csináljuk ezt már, mondhatom akkor, hogy lassan egy éve, jó, kicsit előre szaladtam, de hogy szépen ezek a skillek így jönnek föl a többieknél is, és így szóval tényleg egy nagyon jó csapat alakul ki. És hát gyakorlatilag a kezdetek kezdetén azt gondolom, hogy én így részévé váltam a csapatnak, kezdve a különböző meetingeken való tanácskozásokon, hogy mi az elképzelés, hogyan lehetne, és igazság szerint én azóta itt vagyok. Így alakult. Igen, nem bírok elszakadni ettől, tehát ez nekem mindenképp egy ilyen kedves dolog a szívemnek, bár Szilvinek mondtam azt, hogy nem tudok annyi időt fordítani rá, amennyit megérdemelni, és amennyit nagyon szeretnék, de hát ezen még dolgozom. Amire szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy milyen műsorok vannak nálatok, és hogy miket terveztek, nem tudom, hogy melyik őtök szeretne erről beszélni, úgyhogy én átadom annak a szót, aki szeretné ezt elmondani. Hát akkor szerintem így ezt megpróbálom összeszedni mindet. Egyébként elég sok van, tehát amikor így most ugye készültem az interjúra, és ugye ezt most így összegezni, nyilván végignézni, hogy most akkor mennyi mindent is csináltunk, meg csinálunk most is. Hát nem kevés. Egyébként az előző kérdéshez még arra annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy egyébként Attila volt az első hírszerkesztő, aki megszólalt a rádióban az első napon, illetve, hogy igen, valóban ugye hát nagyon sokféle rádiós múlttal jövünk, ugyanakkor az tény is való, ezt is ki kell emelnem, hogy van néhány kollégánk, akinek még előtte nem volt rádiós tapasztalata, ugyanakkor azt is fontos kiemelnem, hogy tényleg úgy, hogy nem beszéltek még rádióban, nem volt még műsorvezetői vagy hírszerkesztői tapasztalatuk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól vették az akadályokat, és nagyon jól megtanulták, beletanultak ebbe a dologba, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük is, és hát akkor a műsorok, mert fontos ezeket kiemelnünk. Hát ugye először is van a reggeli műsorunk. Azt tudni kell elsősorban, hogy mi ugye 0-24, ezt ahogy így említettem is, itt van nekünk egy adásgépünk, tehát ugye ahonnan most beszélek, ott van a stúdió kvázi, tehát innen megy ki élőben az adás, és reggeltől estig jelen vagyunk, tehát mindig vannak szerkesztett műsoraink, reggel ugye az English Breakfast Juhász Kundal, minden hétköznap gyakorlatilag vele lehet ébredni. Van például hétvégén, ha már a reggeli sávról beszélünk, ugye szombaton van a Világcsavargó című műsorunk Pabdi Jancsival, ő a világ különböző tájait mutatja be saját történeteink keresztül, tapasztalataink keresztül, tehát egyfajta sajátos módon is azt gondolom, hogy nagyon érdekes, mert tényleg néha úgy érzi az ember, amikor hallgatja, hogy olyan, mintha ő is ott lenne éppen, és úgy fejben elképzeli, hogy ő is ott utazik vele. Van a bocsánat, bocsánat, még mielőtt tovább mennél, pont ennek a műsornak hallgattam meg a kis bevezetőjét, zseniális, tehát ez nagyon, tehát ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, tehát ugye amikor felmegyünk ehhez a műsorhoz a honlapotokon, akkor ugye ott meg lehet hallgatni a kis bevezetőjét, tehát így hallgattam, és az, hogy akkor utazzunk, tehát hogy annyira jó és annyira figyelemfelkeltő, tehát szenzációs. Bocsánat, hogy belevágtam, de ezt hozzá kellett tűznem. Köszönöm szépen, meg köszönjük szépen. Hát igyekszünk meg hát ezt, hogy minél inkább élvezetessé és szórakoztatóvá tenni ezt a dolgot is, mert tudjuk pontosan, hogy azért rádión keresztül verbálisan átadni azt, amit az ember látott meg, ahol járt és utazott és élményeket szerzett, azt nehéz átadni rádióban, ez tény, de hát igyekszünk. Hasonlóképpen egyébként ugye a vasárnapi délelőtti Mi időjük című műsor Bozsér Kornéliával. Ő például az Egyesült Királyságon belüli
kisebb-nagyobb városokat mutatja be, szintén oly módon, tehát nem csak azokat a dolgokat, amiket mondjuk az ember fellel egy Wikipédián vagy bárhol, és akkor most elmondja az általánosságot, hogy miket lehet ott látni, milyen nevezetességek vannak, hanem olyan szemszögből is bemutatja, és szerintem ez az, ami igazán még érdekessé teszi a műsort magát, hogy tehát azt is bemutatja, hogy adott városban milyen az élet. Tehát úgy értem, hogy mennyire vannak munkalehetőségek, mennyire, tehát egy helyi szemszögéből milyen ott élni. Van, amikor például ott élő lakosokat kérdez meg interjúot, tehát készít velük interjút. Tehát mindenkinek csak ajánlani tudom, aki bárki is akár tervez egy-egy városba elköltözni, vagy csak egyszerűen érdekli, hogy ahhoz képest milyen. Van nekünk hétköznap 3 napon, hétfőn, szerdán és pénteken egy Siesta nevű délutáni műsorunk. Szintén egy kicsit azt mondanám, hogy magazin műsor, mert sokféle témakör kerül említésre. Alapvetően ugye az egész rádiónak mondjuk azt a küldetése, vagy hát a célja, hogy tájékoztassa a hallgatókat. Tehát azon túl, hogy persze egy lendületes rádióként szórakoztassunk, azért azt fontosnak tartjuk, hogy mindig elmondjuk azokat a dolgokat, amik aktuálisan az itt élő embereket érinti, és ebben a Siesta sem kivétel, tehát ott is bármilyen újdonság van, akár rendelet, akár olyan információ, arról például a Szegfű Sándor kollégánk, a műsorvezetője a Siestának részletesen beszámol, de ugyanakkor praktikákról is, tehát olyan dolgokról is akár, hogy érdemes, nem is tudom, most hirtelen akartam sokat mondani, de hogy ami a hétköznapokban fontos lehet. De ha már ugye az itteni élettel kapcsolatban beszélünk, akkor ugye a Home Design című műsorunk, ugye, ami hétvégén délutánonként megy, az is Bozsír Kornéliának a műsora, tehát ő például lakberendezési ötleteket ad, de nem feltétlen azzal a klasszikus felütéssel, hogy akkor mint designer szempontból, hanem ugye tudjuk nagyon jól, hogy sokféleképpen élünk, sokféle helyen itt Angliában, van, aki kisebb fletekben, van, aki esetleg teljes házat bérel, de hogy mindenkinek van valamilyen tanácsa, tehát tényleg olyan praktikák, amik szerintem nagyon hasznosak tudnak lenni, és főleg úgy, hogy itteni szemszögből, hogy például, ha bemegy az ember egy napberendezési járvászba, itt akkor hogy tudja olcsón például praktikusan berendezni a lakását. Zseniális. Hát igyekszünk, és szerintem nagyon-nagyon érdekes. Ugye akkor említhetném például a mozi ajánlónkat Gedzóval, ugye őt például a Rádió 88-ból ismerhetik az emberek. Ő ugye minden héten ajánl egy filmet, tehát filmajánlóval se maradunk, tehát azt is mindenképpen ajánlunk az embereknek. Egészségpercek minden hétvégén szintén reggel, még a két a világcsavargó és a mindjúké előtt Tótnikivel különböző egészségügyi tippeket ad pár percben összetettem frappánsan, illetve hát még amiket nagyon-nagyon fontos kiemelnem, ez két műsor, kulcsfontosságú, hogy úgy mondjam. Az egyik a Smart Living című műsor. Ez egy olyan műsor, amiben Mozsa Péter könyvelő szakértővel dolgozzuk fel azokat a dolgokat, amik pénzügyileg érintenek minket. Tehát kezdve onnan, hogy hogyan nyitunk bankszámlát, azon át, hogy hogyan kell adóznunk itt az Egyesült Királyságban, milyen támogatási lehetőségek vannak. Tehát minden olyan kulcsfontosságú ilyen pénzügyi információval foglalkozik, nyilván folyamatában, tehát nem vettünk még át minden, de szépen lassan ezeket dolgozzuk fel, és ez is minden héten hallható, két alkalommal is, illetve a másik, ami egy havonta jelentkező műsorunk, ez a Brexitelj okosan. Ennek igazából az a célja, hogy a dr. Gálik Zoltán szakértővel a Brexit utáni életváltozásait
ismertessük a hallgatókkal. Tehát onnantól kezdve, hogy miket kell tudni például a letelepedési kérelmekkel, tehát hogy a settled, pre-settled státusz, különböző olyan utazással, import, export, tehát minden olyan dolog, ami mindannyiunkat érdekelhet ezzel kapcsolatban, és ugye ezek szintén hangsúlyozom, és erre majd a hírek kapcsán kitérünk, hogy ezek mind ugye hivatalos forrásból származó információk, tehát ezek alapján tájékoztatjuk az embereket, hogy mik azok, amik mostanság vannak változások, és mikre kell felkészülni. De ugyanúgy vannak különböző rovataink is, mint például a Zenetöri, ami minden hétköznap van. Ott a reggeli műsorvezetőnk Juhász Kund számol be, vagy mesél el pontosabban egy-egy zenei előadóval kapcsolatos, vagy dallal kapcsolatos sztorit. Nagyon érdekes szerintem. És hát folyamatosan bővítjük egyébként a műsorkínálatot. Most például lesz gyakorlatilag két új műsorunk is, ha jól számom, igen, kettő biztosan, és erről is pár szó, mert ez például jövő héten fog indulni. Na. Gyakorlatilag, ugye, amikor kijön az ember külföldre, és ez gyakorlatilag bármelyik országba való kivándorlásra igaz, hogy ugye először azt szerintem mindenkinek valahol nehéz feldolgozni, főleg az első időszakot, meg hát aztán utána úgy otthonossá tenni azt a helyet, ahol él, hogy aztán abban jól érezze magát. Tehát ez, ennek érdekében gondoltuk azt, hogy talán jól jöhet egy olyan műsor az embereknek, amiben két pszichológussal is, szakpszichológussal is átbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy ugye átbeszéljük azt, hogy milyen érzés ugye először, hogyan érdemes esetleg megközelíteni különböző akadályokat, hogy lehet azokat megugrani, hogy lehet ezeken túllendülni. Csupa olyan dolog, ami szerintem hasznos lehet sok mindenkinek, és ezt lehet például majd hallani jövő héttől, de még nagyon sok más dologgal fogunk foglalkozni, illetve hát eddig is ugye, amiket például kiemelnék talán, ünnepekkor, karácsonykor például voltak ilyen alkalmi ünnepi műsoraink. Ugye kiemelném például azt, hogy ugye a Basic Stoki Magyar Iskola diákjai, illetve a Szent Györgyi Albert cserkész csapat kis cserkészei mondtak nálunk például verseket, történeteket. Nagyon aranyosak voltak, és ezúttal is köszönöm, hogy akkor is így közreműködtek, illetve hát amit még elmondanék, hogy ugye nagyon sok olyan apró mozzanata volt a műsor folyamnak, például ha már ugye a karácsonyról beszélünk, hát egy kedves magyarországi rendező úriember jóvoltából, illetve segítségével több színésznő, tehát két magyar ismert színésznő is köszöntette a Hírvigó hallgatóit, wow. Például karácsonykor, hogy az egyik Hernádi Judit, a másik Kovács Patricia volt, és hát ezek is olyan mozdulatok volt, hogy szívesen mondták, szívesen jöttek, és nagyon örültünk, hogy így üzentek a hallgatóknak, átadták ünnepi jó kívánságaikat, illetve hát ugye vannak olyan nem műsorba foglalt műsorelemeink, például ugye az interjúkat általában, ugye annak nincs konkrét műsorbeli kerete, de igyekszünk ugye ezt úgy átadni, hogy napközben, amikor általában ugye nagyon sok, tehát a hallgatóink többsége ugye jelen van, akkor előfordulnak nálunk különböző akár művészekkel, akár szakértőkkel interjúk. Ugye kiemelném például ugye Baranyi Gabriella, hírszerkesztő kolléganőnk jóvoltából Vámos Miklóssal készítettünk interjút két hónappal ezelőtt,
sőt, bocsánat, 3 hónappal ezelőtt, illetve dr. Szakmány Tamás professzorral is készítettünk interjút, tehát, és az pedig Szvetnik Endre kollégánk jó voltából, akiről egyébként azt kell tudni, hogy korábban a BBC magyar nyelvű szerkesztőségének volt sokáig a munkatársa, és ő is például ugye a Hírháttér című műsort készíti nálunk. Az ő jó voltából sikerült a professzort elérnünk, az is egyébként mindezek meghallgathatóak visszamenőlegesen. A honlapunkon keresztül is, illetve a podcast, újonnan indult podcast oldalunkon keresztül is. Nekem viszont lenne egy kitérő kérdésem, ha már Attila így most pont itt áll, úgyhogy akkor hozzád szólnék. Egy kérdésem lenne, hogy szerintem Angliában is, meg ugye nagyon sok országban vagyunk úgy magyarok, hogy például a gyerekeknek szeretnénk megtartani a magyar tudást. És itt nem csak arra gondolok, hogy akkor most leülni és tanulni a magyart. Hogy mit gondolsz, hogy érdemes bármelyik műsort azért, hogy a magyart hallja? Melyiket tudnád így ajánlani, Attila, vagy esetleg van-e olyan műsor, hogy azt mondod, hogy akkor mit tudom én, a gyerkőc, aki most nem tudok korosztályt mondani, mondjuk vegyünk egy 10 éves gyerkőcöt, hogy neki érdemese mondjuk valamelyik műsort azért is hallgatni, mert hogy ugye jobban megmaradjon neki a magyar, hogy ugye ne csak mondjuk az angolt hallja, mint mondjuk az iskolában. Hát én azt gondolnám, mivel nincsen nekem gyermekem még, de azért elképzelésem van, hogy hogyan cselekednék, ha lenne. Én azt gondolom, hogy szinte akár bármelyiket hallgathatná, hogyha mondjuk az a fő szempont, hogy tényleg hallja a magyart, mert mondjuk a mindennapi kommunikációjában otthon a családdal feltételezhetően ez az anyanyelvén zajlik, de azért az lehet, hogy nem feltétlenül elég, hogyha ez a hétköznapi kommunikációra redukálódik, és így, ahogy Dani fölvezette és elmondta, hogy azért tényleg egy nagyon széles skálán próbál szolgáltatni ez a rádió. Én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy a nyelv tudásának a fenntartása, vagy akár éppen a fejlesztése érdekében, ezek szerintem mind maximálisan megfelelnének. Ezt én így látom, aztán lehet, hogy más szülő, illetve hát aki szülő, ő meg máshogyan gondolná, és lehet, hogy lenne igény egy olyan műsor adott esetben, ami éppen egy ilyen fiatalabb korosztályt célozna meg, és mondjuk akár olyan hangsúllyal, hogy akkor a magyar nyelvnek a megtartása legyen a szempont. Mondjuk szerintem ez biztos, hogy nem rossz, mert egy ugye hasznos információkat kapnak, az anyanyelvükön kapnak, tehát ugye a magyar nyelven kapják ugye az információkat, ami szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy nem csak ugye egy kirakott olyan videó, ahol úgy beszélnek, ahogy nem kéne, hogy hallják, értitek, hogy mire gondolok, tehát azért ugye szerintem ez is egy fontos dolog, meg az, hogy tényleg folyamatosan vannak műsorok, szerintem ez nagyon szenzációs, köszönöm szépen, Attila. Viszont nekem, ami még kérdésem lenne, hogy én belenéztem, ugye belehallgattam, bocsánat, így a rádióba, és ugye a honlapon is néztem, hogy zenék is vannak, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát, hogy tényleg ugye itt folyamatosan mennek a műsorok, és ugye a zenék is, hogy milyen kínálat van, zenei kínálat. Nem tudom, hogy melyikőtök, rátok bízom szintén. Inkább Dani, mint jobban benne van. Igen, általában ugye az összes zeneszerkesztői feladat az mondjuk az, hogy a bármi is van, az én hatásköröm, vagy hát a felelősség engem terhel, hogyha valami jó, de az is, hogyha valami rossz, úgyhogy ezt abszolút vállalom. Ebből a szempontból igyekeztünk úgy kialakítani a rádiózeneiségét, hogy legyenek benne ismerős és olyan elemek, amikkel már tisztában vagyunk, szeretjük, tehát ami fontos eleme a zeneiségnek, hogy egy, legyenek benne olyan dalok, amiket valaha szerettünk nagyon, és már nagyon sok helyen nem hallunk, tehát ne csak a maiakra fókuszáljunk. Én azt gondolom, hogy a maiból is igyekszünk lépést tartani, tehát mindig az újdonságokat is bemutatjuk, amiket úgy gondolunk, vagy úgy gondolok, hogy érdemes. Tehát ugye a kommerszebb világból is minden olyan földi jót igyekszünk játszani, amit csak szemszának ingere. Tehát tényleg, ami azt gondolom, hogy kicsit azt gondolom, hogy már hiányzik máshonnan, és mi ezt igyekszünk pótolni, még hogyha erre így konkrétan nem is volt előtte megfogalmazott igény, így fogalmazzak.
Viszont ami fontos eleme a mi zeneiségünknek, hogy ugye magyar zenék közül mi általában azokat preferáljuk, amiket mondjuk azt otthon nem sokat játszanak rádiók. Tehát, és ez nem azt jelenti, hogy itt rögtön az elvont dolgokra kell gondolni, itt inkább azt gondolom, tehát ugye ezt sokszor úgy apostrofálják ezeket a típusú zenéket, hogy indie zenék. És az indie, az ilyen szempontból ugye independence, tehát gyakorlatilag kicsit azt jelenti, hogy a mainstreamtől egy icipicit független, ugyanakkor nem rétegzene. Tehát gondolok itt azokra, csak hogy ezt többen értsék, hogy azok az együttesekre vagy előadókra, akiket otthon vagy a köztudatban fesztiválzenekarként vagy fesztivál előadóként apostrofálnak. Én azt gondolom, hogy nekik ugyanúgy helyük van egy bármilyen rádióban, mint azoknak, akik általában jelen vannak a rádióban, és mi ebben igyekszünk minél több olyan előadót játszani, minél több olyan dalt játszani, amik mi azt gondoljuk, hogy zeneileg is nagyon jók, nagyon tartalmasak, mondani valóban is, tehát hogy nem csak zenéségben, hanem hogy tényleg mondjon is valamit. És hát én igyekszek például olyan dalokat is bevonni a műsorba, ugye figyelvén akár a szöveges tartalmukra is, amikkel esetleg valamilyen szinten tudunk akár azonosulni. Most hát konkrét példát nem is tudom, most hirtelen a Szabó Benedek és a Galaxisok együttesre gondoltam például, ugye nekik van a focipályák éjszaka, vagy bármilyen olyan dal, amivel szerintem nagyon sokunk tud azonosulni, és egyébként tök jó ezekbe szerintem olykor belemerülni. Tehát már csak ezért is szerintem egy érdekessége az ilyen jellegű zenéknek, illetve az előadóknak a különböző alkotásainak. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos. Ezeknek a típusú zenéknek van egyébként egy konkrét műsorsávja nálunk kedden este 6 órától. Azt tudni kell egyébként, hogy minden hét, sőt nem is minden hét, köznap, minden nap van egy-egy tematikus egy óra, vagy 2 óra pontosabban, amikor egy-egy műfajnak szenteljük azt az adott 2 órát. Tehát hétfőn rock 2 óránk van, és kedden van ugye ez az indikátor, amikor kizárólag ilyen zenéket lehet nálunk hallani. Nem csak magyar, természetesen külföldit is, szerdán hip-hop, csütörtökön soul, pénteken klubzenék, DJ mixek, szombaton R&B, szintén DJ mixek, vasárnap pedig egy kis levezető reggae, tehát hogy minden napra van valami olyan, ami egy adott műfaj kedvelőinek, vagy még ismerkedőinek kedvez adott esetben. Tehát nagyjából így áll össze, és amit még fontos egyébként kiemelnem, ugye ezt említettem, hogy nagyon sokszor, hát relatíve sűrűn, inkább így mondom, végzünk hallgatói felmérést, és ebben rendszeresen megkérdezzük például a hallgatók zeneízlését, mik azok, amik ők preferálnak. Mondanám egyébként, hogy ugye sok minden másban is kérdezzük őket, ugye műsorainkkal kapcsolatban folyamatosan várjuk a visszajelzéseket, ez alapján működünk is egyébként, ez alapján születnek meg a műsorok is, hiszen ezeket ugye megfogalmazták hallgatók, hogy ilyen jellegű műsorokat szeretnének hallani. Ugyanúgy a zenékben is igyekszünk nagyban adni a hallgatók véleményre, például a kokért, ugye most nemrég sikerült végére mennünk a legutóbbi felmérésnek, és kiderült, hogy például a hallgatóknak jobban igénye van például több 90-es évekbeli dalokra. És úgy volt, hogy jó, semmi probléma, és innentől kezdve most már gyakorlatilag minden órában minimum egyel több 90-es évekbeli dal hangzik el, és ezekkel igyekszünk ugye a hallgatóknak is kedvezni, de ugyanakkor mutatni nekik újakat, olyan dolgokat, amikre így rácsodálkozunk, hogy így tök jó, ezt nem is hallottam, nem is tudtam, hogy van ilyen, és ezáltal pár tudjuk nagyon jól, hogy ugye a mi játszásaink azok nem fognak eltartani egy-egy ilyen zenekart, akár otthon, akár itt, de azért bízunk benne, hogy ezzel azért hozzá tudunk járulni az ő, hogy mondjam, népszerűségükhöz, vagy ahhoz, hogy jobban megismerhessék az emberek. Úgyhogy ez is egy fontos hitvallásunk.
Nem tudom, Attila, nekem egy hozzá lenne egy kérdésem, hogy ugye pont még mielőtt elindítottuk az élő bejelentkezést, akkor beszélgettünk itt a podcastokkal kapcsolatban. Ha jól tudom, ugye akkor ez így nálatok is eljött az ideje, hogyha lehet így mondani. Hát mi ezen elég, tehát már gondolkodunk egy ideje, és ez irányba vannak nyilván, voltak már megbeszéléseink, meg hogy milyen jellegű témákat lehetne ezt podcastba foglalni. Ez most jelenleg bevallom őszintén, nem nagyon tudom, hogy nálunk hogy áll, hogy mely területeket akarunk podcasttal is lefedni. Igazság szerint ugye nyilván mondjuk egy hír az nem lehetne podcastban, mert az már tavaly hó, hogyha bekerül. Tehát itt azért a többi jellegű műsort tudna podcast formában működni. Illetve hát amit csinálunk, és Dani említette, hogy van egy Infopercek nevű rovat, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam, ahol, ahogy már az elején a beszélgetésnek Dani elmondott, próbálunk naprakész utazási, akármilyen Covid-dal kapcsolatos információkat az itt élő magyaroknak nyújtani. Ezek is elméletben bekerülhetnek egy ilyen podcast szerűségbe, de hát ez nyilván akkor itt a műfaj beli különbségek, mindegy. De hogyha valaki tényleg csak erre kíváncsi, hogy most hogyan tudok hazamenni. Ha hazatudok, akkor ezt meghallgathatja egy ilyen kisebb formában. Ha semmi más nem érdekli. De ez is szintén a Daninak a területe, hogy most a podcastok jelenleg milyen készültségi fokon, vagy hogyan van. Még mielőtt átadnánk Daninak a szót, személy szerint te mennyire hallgass, hol is élsz? Említetted már a beszélgetés. Na, te mennyire hallgatsz podcastokat? Van-e neked erre, hogy mondjam, tehát hogy szeretsz a podcastokat hallgatni? Vagy neked ez abszolút nem? De abszolút, főként így érdekes módon magyarországi, főleg magyar nyelvű podcastokat hallgatok, amit ilyen kinti, inkább itt kinti rádiót hallgatok, és amikor mondjuk szórakozni szeretnék, akkor podcast a műfaj, főként Magyarországról, ha most ezt nem tudom, nem nagy reklám, vagy hát tök mindegy, de mondjuk a Partizán podcastjait szoktam követni rendszeresen, a hosszabb beszélgetéseket, a Partizán Pop, meg egyéb ilyen kicsit lájtosabb, de azért mégis valahol komolyabb témájú dolgokat. Ha engem megkérdezel, hogy mondjuk nekem lenne igényem podcastra, akkor én azt mondom, hogy abszolút is, és toljuk, és legyen podcast, és én biztos hallgató leszek. Itt az ideje, akkor minden, ami külföldnek is elkezd hallgatni a podcastjét, ne felejtsd el. Igen, ezt akartam mondani, igen, én is, hogy én például hallgattam, és nagyon-nagyon jó ebben a formában is hallgatni a beszélgetéseket. De azért mondom, ennek megvan a maga, ezt ugye beszélgettünk még az élő előtt, hogy ennek megvan a maga romantikája, tehát ez tény és való, hogy ez egy egyre inkább felfejlődő dolog, és hát mi is egyébként nemrég indítottuk el a podcast csatornánkat, tehát most már ezt nálunk is ugye a nagyobb streaming platformokon meg lehet találni, és jelen pillanatban... Hát a Spotify-on az Apple Podcast, a Google Podcasts, a Deezer, illetve a MyTuner, ha valaki esetleg ismeri, ott egyébként online rádió adatbázisként működik, de van egy podcast szekciója, tehát ott is meg lehet minket hallgatni. Gyakorlatilag igyekszünk minél több olyan helyre eljutni, amit az emberek hallgatnak. Tehát gyakorlatilag minden ismertebb platformon jelen vagyunk, és jelen pillanatban az nyilván, ha valaki megnézi, ugye feltűnhet, hogy nem minden műsorunk van még fönt. Ennek részben az az oka egyébként, hogy a két egyik, hát mondjuk azt, hogy zászlós hajós műsorunk, az egyik az English Breakfast, ugye a másik pedig a Világcsavargó, az külön-külön podcast csatornán hallgatható meg, tehát azok is megtalálhatók csak külön csatornán. Uh-huh. A rádiónak a podcast csatornája pedig inkább azokat a műsorokat igyekszik összefogni, vagy összegyűjteni, amely valamilyen formában tájékoztatja az embereket. Tehát ugye így, ahogy Attila is emlegette, ugye ő az Infopercek című rovatunknak
a bemondója. Ez azért egy fontos dolog, egyébként Simon Ajnak az Angol-Magyar Fórum szerkesztője készíti az anyagokat, és Attila lektorálja, majd elmondja a hallgatóknak. Ezek mind négy, körülbelül 3-4 perces kvázi szócikkek, ha úgy tetszik, egy-egy mindenkit érintő témakörre. Tehát tényleg onnantól kezdve, hogy egészségügyi kártyát, ugye most abból is voltak ilyen félinformáció különböző csoportok, hogy most akkor lehet, nem lehet, mi a módja, és például ezeket mi részletesen elmondjuk, hogy különböző dolgokat hogy lehet elintézni. Ha ugye utazni akarunk, akár haza, vagy bárhova, akkor mik a teendők. Ugye most a oltással kapcsolatban is vannak információk, mi a menete, mire kell figyelni, figyelembe venni. Tehát ezek a dolgok, illetve a siesta, akkor a smart living, a Brexit-el okosan, ezek mind-mind-mind megtaláltok, illetve hát olyan érdekességek is megtaláltok, ezt nem említettem még, de az English Breakfast-en belül volt első hónapban egy nyereményjátékunk is egyébként, a Kolbász Urka Londonnal közösen rendeztük, és rendkívül sikeres volt egyébként, nagyon-nagyon szerették a hallgatók. Vicces, igazából az volt az egésznek a lényege, hogy Rúzsa Sándor kalandjai, ugye a betyár itt jár Angliában, és akkor ki kellett találni, hogy az alapján, amit elmesél, hogy ő mit lát, meg mit tapasztal, az alapján ki kellett találni, hogy mire gondolt, és akkor aki kitalálta, akkor játszott egy ajándékcsomagért, de hát ugye ezt is például, ezeknek a feladványait is egyébként vissza lehet például hallgatni a podcasten, vagy akár a leges-legelső English Breakfast-et, tehát amikor elindultunk július 13-án, ugye az aznapi első műsort is ott végig lehet hallgatni. Tehát igyekszünk minden olyan műsort ott összegyűjteni, ami informatív, ami olyan, hogy valami közérdekűt hordoz magában, de ettől függetlenül egyébként minden más műsorunk tényleg lexikálisan, könyvtárszerűen ott van a honlapunkon, tényleg van ez a, ugye, Here We Go Now-nak kereszteltük el, ez a visszahallgatós felületünk, és tényleg bármelyiket, bármikor is akárhonnan vissza lehet hallgatni, tehát nem csak a Egyesült Királyságból, hogyha valaki erre kíváncsi esetleg. Igen, meg ugye beszélgettünk arról is még az első beszélgetésnél, hogy nálatok ugye azért tényleg ott vannak a hírek. Tehát pontosan ott vannak a hírek, le vannak írva, információt adtok, és ugye a különbség tulajdonképpen ugye nálatok, meg ugye a Minden, ami külföldnél, hogy mi ugye teljesen más jellegű cikkeket hozunk le, tehát ugye nem ilyen hírjellegű. Úgyhogy légy szíves, hogyha március 8-án mégsem indulnak az iskolák, akkor mindenképpen szóljatok, mert szerintem akkor ti előbb meg fogjátok tudni. Úgyhogy arról mindenképpen tájékoztassatok, mert szerintem nagyon sokan várják, hogy akkor elinduljon itt ugye Angliában március 8-án ez a ütemezett ugye nyitások, és hát ugye az elsődleges ugye az iskolák meg az óvodák. Szerintem ezt sokan várják, vagy nem hinném, hogy csak én. Abszolút. Igen. Első kézből igyekszünk. Igen, bocsánat, csak folytasd. Mondd, mit szerettél volna. Csak annyit akartam megemlíteni, ugye ennek kapcsán, hogy ugye általában azt is tudni kell, és erről majd Attila többet tud majd mondani, hogy azért mi, bármi is történik egyébként itt az Egyesült Királyságon belül, ugye ha csak azt említem, ugye a második lockdown, mert ugye az elsőnél még akkor nem működtünk egyértelműen, de a második lockdownnál például, amikor bejelentette Boris Johnson a változtatásokat, meg a rendeleteket, ezeket mi gyakorlatilag rögtön lehoztuk. Tehát ugye ebben is számíthatnak ránk a hallgatók, hogy bármi is fontos és mindenkit érintő dolog történik, arról mi rögtön beszámolunk. Tehát a rádióban is, illetve a honlapunkon is, ugye írásos formában ezekről mindig szoktunk első ízben tájékoztatást nyújtani, illetve később részletesebben is ugye Svetnik Endre kollégánk szokta ezeket írásba foglalni, de valamennyi hírszerkesztő kollégánk nagyon-nagyon jól, közérthetően, de pontosan és hiteles forrásokból táplálkozva összeszedi ezt, úgyhogy de átadom minden Attilának a szót, mert ő erről sokkal jobban és többet tud megosztani. Hát meg igazság szerint mi arra törekszünk mindig itt a híreknél, ami
tényleg konkrétan érint minket, mint ahogy említetted ugye az iskolanyitást, vagy, vagy akár az, hogy a lockdownnak milyen éppen új enyhítése, vagy szigorítása lép életbe, és próbáljuk úgy szelektálni a híreket, hogy például senkit nem érdekel egy olyan angol belpolitikai dolog, amit nem tudom, kiveri a biztosítékot a helyieknek, mert ez nagyon kis hallgatószámot érdekelhet, szerintünk, meg szerintem. Tehát próbálunk tényleg arra törekedni, lehetőleg mind a négy tagországból legyen mindig információ arról, hogy éppen aktuálisan ott mi történik. Ugye nyilván nagyon dominálja a híreket a koronavírus helyzet. Mindig elhangzik az, hogy éppen ez hogy áll, milyen tendenciát mutat, milyen halálozási számok vannak, vagy éppen, hogyha ugye nyilván most jövünk ki ebből a dologból, akkor ezeket a jellegű információkat megosztjuk, és próbálunk tényleg arra törekedni, hogy ne legyenek úgymond fölösleges hírek, ami tényleg csak nagyon réteg hallgatókat érdekelne. Erre egyébként tényleg ott vannak a hírháttér összefoglalók. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos szempont volt már az indulásnál is, és én azt gondolom, ezt a mai napig tartjuk, hogy ha valaki bekapcsol minket és hírekre kíváncsi, akkor lehetőleg olyat kapjon, ami ez tényleg nagyon jó, hogy ezt hallom, mert mondjuk nem olvastam, vagy nem is akarom elolvasni, jobb hallani, és ne legyenek kvázi töltelék hírek, amik azért nem sok embert érdekelnek, és mondjuk adott esetben a mi dolgunkat is megnehezítheti, hiszen ugye nem főállásban tudunk ezzel foglalkozni, tehát nagyon fontos, hogy jól találjuk el azt, amit át kell adni, és hát meg a hallgatóság is ezzel elégedett. Önkéntesként csináljátok ugye ezt az egészet. Így is van. Egyébként az önkéntesség az... Bocsánat, parancsolj, haragudj. Nem, ne haragudj, ne haragudj. Nem akartam én beleszólni, csak igazából akartam kötni erre, de átadom neked azt. Igen, de igazából csak felvezetni akartam ezt az egész dolgot, hogy az elejétől fogva, tehát kezdetektől fogva ezt mi mind önkéntes alapon csináljuk, ez való igaz. Ugyanakkor hát az is fontos, azt is fontos megemlítenünk, hogy egyébként nagyon fontos a hallgatók támogatása. Egyrészt elsősorban mint hallgatásban is, tehát az is nagyon-nagyon, sőt, hát az a legfontosabb, ugye, hogy hallgassanak minket, kapjunk visszajelzést tőlük, hogy mi az, ami tetszik nekik, mi az, ami nem, esetleg hogyan tudunk fejlődni, tényleg egy olyan rádiót alakítsunk ki, ami nekik tetsző, vagy a legtöbb embernek, vagy legtöbb hallgatónak tetsző, és ugyanakkor a anyagiakban is igazából nagyban számítunk a hallgatók segítségére, mert az a helyzet, hogy egyébként bármennyire is ugye online rádió, bármennyire is alapvetően ez egyszerűnek tűnik, vagy hát ilyen nagyon könnyűnek és olcsó mulatság, sajnos nem az egyébként, tehát ezt el kell áruljam, hogy alapvetően ami a legnagyobb tételünk gyakorlatilag az a zenék utáni fizetendő jogdíj, illetve hát egyéb más, ugye hát akár csak a bármi mást, három internet adásgépkarban, tehát esetleg bármi ilyen dolog, tehát ezek mind-mind olyan dolgok, hogy akár csak mint egy bármilyen más rádiónál, ez itt is fennáll, mint költség, és elsősorban ezekben mindenképpen számítunk a hallgatók segítségére, illetve hát nyilvánvalóan ugye szeretnénk minél jobban fejlődni. Ugye nagyon sokszor feljött ez a dolog, hogy hát ugye online nagyon sokan kérdezik mai napig is, hogy akkor mi miért nem vagyunk elérhetőek FM frekvencián, vagy DAB frekvencián. Ez egy rendkívül drága dolog egyébként, de én azt mondom, hogy ezek nem elérhetetlen célok, de az tény, hogy ehhez még sok idő kell, vagy hát nagyon nagy összefogás. De ami most per pillanat, amit most tudunk nyújtani, azt igyekszünk tényleg 100%-osan, de azt tényleg fontos kiemelnem, és azt gondolom, hogy ez egy kulcsmondata tud lenni a mondani valónak, hogy
hogy a hallgatók nélkül nem tudunk működni. Tehát, és ezt tényleg a legszorosabb értelemben tudom mondani, mert amíg hallgatnak minket az emberek, amíg szeretnék azt, hogy mi szóljunk, hogy tájékoztassuk őket, hogy szórakoztató műsorokat is készítsünk nekik, addig működünk, de csak addig. Úgyhogy ezért is fontos a hallgatóknak a mindennemű támogatása. És hát igen, önkéntes alapon csináljuk, és ami egyébként ebben szerintem a legfantasztikusabb, hogy szerintem példaértékű, hogy hát nem nagyon ismerek olyan, hogy is lehet csak hasonló kezdeményezést, ami ilyen elánnal és tényleg ilyen elhivatottsággal működik csapatszinten tényleg. Tehát az, hogy ugye hát nyilván ugye mindenki azt gondolná, hogy fú, hát akkor mi mennyire sokat keresünk, és biztos azért vagyunk ennyire lelkesek. Nem. Tehát, hogy abszolút nem, és hogy annyira nem, hogy igazából tényleg ez egy olyan dolog, hogy most ezt tudom, hogy ilyen klisésen hangzik kicsit, de szeretünk adni. Tehát, hogy ez egy jó dolog. Tehát valamilyen szinten mindannyiunknak szenvedélye ez az egész rádiózás, és hát innentől kezdve tényleg minden a hallgató kommunik, de átadom a Tihának azt, hogy ő ezt hogy látja. Hát én ehhez két gondolatot fűznék igazából hozzá. Az egyik az, hogy egyrészt, ugye ez sokszor elhangzik, hogy a fizetős média tartalmak amúgy teret hódítanak, és hogy ez a jövő, erről sokan beszélnek. A mi esetünkben nem azért van szükség hallgatói támogatásra, hanem azért várunk hallgatói támogatásokat, mert mi ebből szeretnénk meggazdagodni, hanem egész egyszerűen tényleg ezek az alapvető költségek, amik mennek, ezeket valahogyan szeretnénk fedezni, és ezek ilyen, ha nem is tudom, 1000 ember hallgat, és mindenki azt mondja, hogy van 50 pennim rá, vagy 1 fontom rá, akkor gyakorlatilag nagyon sokat segített azzal, hogy ezek az alapvető költségek meglegyenek, fedezve legyenek. Illetve hát a másik az, hogy eloszlatnék egy olyan egyeseknek a fejében felmerült feltevést, hogy mivel, és ez most nagyképűen fog hangzani, mivel azért nagyon profin néz ki ez a rádió, és tényleg mindenki azért dolgozik, hogy ez kívülről nagyon jól nézzen ki, és nagyon jól működjön, ezért értek olyan vádak vagy feltevések, hogy mi gyakorlatilag magyar országról kapunk adott esetben állami forrásokat, hogy ezt működtessük. Egyáltalán nincs ilyenről szó, itt tényleg mindenki a civil rendes munkája, vagy éppen a tanulmányai mellett csinálja ezt a rádiót, és hát sokszor például Dani látom azt, hogy 24 óra neki erre nem is lenne elég, hogy és ha csak a rádióval foglalkozna, akkor sem, úgyhogy itt tényleg minden 100%-osan a szabadidőmkből lecsípett óráknak a terméke, amit itt hallhatnak a hallgatók, és ezt mi a továbbiakban is szeretnénk fenntartani. De igen, ehhez tényleg elengedhetetlen valahol az, hogy legyen egy olyan támogatási platform, amit egyébként van, és létrehoztunk a kezdet-kezdetén, és hogy valamilyen formában segítsenek a hallgatók is. Ha szeretnék ezt, vagy akár ennél még jobb színvonalú műsorokat és hírszolgáltatást és információkat kapni. Én különben nagyon fontosnak találom, ugye, amit említettél, Dani, hogy a hallgatóság. Tehát, hogy fontos tényleg, hogyha szeretik a műsort, akkor hallgassák, mert ugye ezzel is mondhatjuk azt, hogy első lépésben már támogatnak titeket. És tulajdonképpen ugye a Magyarok a Föld körül Facebook oldalnak az adminjai kitaláltuk azt, és ugye elsődlegesen Nem vagyunk huntalanok része, hiszen ugye a Nem vagyunk huntalanok Facebook oldal, aki ugye a Egyesült Királyságban lévő, Angliában lévő ugye embereknek, magyaroknak segít, hogy szeretnénk egy olyan kihívást csinálni, és nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, hogy most készítjük elő, hogy az lenne a kihívás, hogy a legtöbb hallgató nektek egyszerre. Tehát, hogy a magyarok mennyire tudnak abba összefogni, hogy akkor egy meghatározott időpontban, mit tudom én, fél óra, egy óra keretében, akkor csak titeket hallgatnak. Úgyhogy kíváncsi vagyunk, hogy mi lesz ennek a kihívásnak az eredmény, és kíváncsiak vagyunk, hogy ki fog ebben részt venni, de szerintem már ezzel is elég sokat tudnák támogatni az emberek, hogy akkor tényleg tudjatok fejlődni, és akkor tudjátok tovább csinálni, amit ugye szívvel lélekkel csináltok. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nem tudom, hogy esetleg van-e olyan dolog, akár Dani, akár Attila, amire nem kérdeztem rá, és fontosnak találjátok, hogy még elmondjátok. Attila?
Hát úgy vagyok vele, hogy lenne, mit nyilván órákat tudnék. Sajnos én egy ilyen sokat beszélő típus vagyok, tehát órákat tudnék erről beszélni. De hát jelen pillanatban azt gondolnám talán így a legfontosabbnak, most itt kérdésed nélkül is akár, hogy sokszor elhangzik az is, és ahogy látom, hogy a külföldre szakadt magyarokban nagyobb az összefogás, és az elhangzik, hogy mennyire sokat segítünk egymásnak. Én valahogy azt gondolnám itt a Rádió Hírvigónak is egyfajta ilyen ki nem mondott küldetéseként, mert ugye a Dani kimondta, hogy mi a küldetés, de a ki nem mondott része az, hogy fogjuk is össze ezeket a magyarokat, és amikor adott esetben szükség van, vagy nincs szükség, de legyünk itt egymásnak a külhoni magyarok, és nem is tudom, harcoljunk váltvetve a külföldön tapasztalható mindenféle elemekkel, meg mindennapi nehézségekkel. Én nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy például itt a Hírvigónál én ezt a magyar közösséget abszolút, magyar kisközösséget abszolút így magam mellett érezhetem, és igen, szóval ezt fontosnak tartom. Igen, illetve hát én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy valóban, tehát egyrészt ugye az is még egy fontos feladatunknak érzem, vagy hát egy ilyen dolognak, amit mindenképpen fontosnak érzek, tehát hogy az emberek itt érezzenek a rádióban nálunk például, illetve különböző közösségben, tehát nyilván nem csak nem, mert nyilván a sokszínűség az jó, de hogy ha például minket hallgatnak, akkor kicsit érezzék azt, hogy nem, nincsenek egyedül. Tehát nincsen semmi, tehát semmi sem lehetetlen. Mondjuk ki ezt így, hogyha kijön valaki alapvetően külföldre, ugye sokszor azt hallom, hogy azért is gondolják esetleg meg magukat, vagy azért vesztik el a reményüket egy picit, mert hogy nem érzik magukat igazán jól itt. Tehát, hogy nem érzik, hogy hiába vagyunk rengetegen, akár csak itt az Egyesült Királyságban, egyszerűen valahogy úgy nem érzi ezt, hogy így vagyunk, és hogyha például minket bekapcsolnak, akkor én bízom benne, hogy egy picit érezheti ezt, hogy igen, mi innen is támogatjuk őket, illetve, hogy ugye azt, amit még elfelejtettem említeni, hogy fontosnak tartjuk egyébként az itteni vállalkozásokat, kezdeményezéseket, embereket bemutatni. Ezeken is ugye a jövőben is, meg eddig is igyekeztünk foglalkozni. És hát mit is mondhatnék? Alapvetően, ha bárki úgy érzi, hogy van mondani valója, vagy szeretné tudtára adni a közösségnek, hogy itt van, és csatlakozná ez a klassz kis közösséghez, akkor minden további nélkül várjuk bármilyen formában. Úgyhogy hát nagyjából. Én akkor nagyon szépen köszöntöm a beszélgetést, köszöntöm a nézőknek, hallgatóknak, hogy akkor megoszthattuk ezeket az információkat, szerintem nagyon hasznos információk vannak, és én nagyon gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, hisz, hogy tényleg azt mondom, hogy önkéntesként akkor azt csináljátok, amit szerettek, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy hajrá, és remélem, hogy hamarosan akkor fogjuk folytatni a beszélgetést. Nagyon szép napot kívánok akkor mindenkinek, köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok, és köszönjük a hallgatóknak az eddigi támogatást is, és szép napot nektek! Sziasztok! Sziasztok!